A Magyar Rádió csak nem 15 éve gyakorolja azt a kultúrmisszióját, amelynek lényege, hogy a rádió munkatársai az országot járva templomok harangjátékát rögzítik, ezeket hallhatja a közönség a Déli Krónika előtt. Eleinte hetente csak egy új harangot lehetett hallgatni, ma már azonban közel 1000-nél tart a hangfelvételek száma. A templomok kiválasztása nem véletlenszerűen történik. Pályáznak, tehát levelet írnak a szerkesztőségbe, és akkor ez alapján a egymáshoz közeleső területeket összefogjuk így egy-egy napra, 3-4-5 helyszínre el tudunk jutni egy nap alatt. A szombathelyi szalézi egyházközség azt a célt tűzte ki 2016-ban, hogy a Szent Márton emlékév keretében az egykori mártírpüspök Szent Quirin tiszteletére az országos közszolgálati rádiócsatornán megkonduljanak a templom harangjai. Ez fontos, és örülünk, hogy a célunk megvalósult, hisz ezáltal a rádión keresztül a harangszó előtti felvezetésben a hallgatóság megismerheti Szombathely városát, a szalézi templomot és a hitéért életét áldozó mártír püspököt. A szalézi templom tornyában több mint 130 lépcsőfok vezet fel a tetőtérbe, ahol 3 harang lakik. A kis harangot a régi szükségkápolnától hozták át. A középső harangot Szlezák László öntötte Budapesten 1938-ban a templom szentelésének ünnepére, ennek tömege 6 mázsa. A nagy harang Őrbottyánban készült Gombos Lajos harangöntőmester műhelyében 1993-ban, ez 13 mázsás. Utóbbi harangjátékát hallgathatják majd május 30-án hétfőn és június 5-én vasárnap a templom búcsú napján.